Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy hangátalakító eszközt szeretnék bemutatni, és természetesen grafikusat. Ennek a neve, hogyha a menürendszerbe keresed, és ő magyar, úgy fogod megtalálni, hogy hangátalakító. Természetesen nem így kell keresni a telepítés közben, hanem úgy, hogy sound converter. Ezen a néven fogjátok megtalálni interneten is, meg a honlapját, amit természetesen a cikkbe be fogok linkelni. Azaz, ez egy hang átalakító eszköz, egyik formátumból a másik formátumba átalakít. Miért grafikus felületet mutatok be akkor, amikor én jellemzően mindig az esetek nagy részébe arról beszélek, hogy kényelmesebb szkripteket írni egy-egy olyan feladathoz, amit sokszor elvégeztek. Azért mutatok most egy grafikus felületűt, mert sok ember nem szereti a parancsoros megoldásokat, ahol valóban nagyon sok és összetettebb paramétert kell megadni ahhoz, hogy egy audiofájlból egy másik audiofájlt készíts, azaz mondjuk OK formátumból átalakítsd azt, amit te szeretnél MP3-assá. Így bizony érdemes kezdőknek, illetve aki tömegesen szeretne átalakítatni audio vagy videófájlokat hanganyaggá, azoknak ezt használni. Miért? Grafikus. Meglátjátok, pofon egyszerű felületet ad, azaz egyszerű és átlátható. Semmi olyan ismeretet tőled nem fog követelni, ami meghaladna az átlagos felhasználó ismeretét. Azaz nem kell paraméterezni, jó hosszú paramétereket beírni ahhoz, hogy te megfelelő jó minőséget kapjál. Ami nekem nagyon fontos és kényelmes dolog, hogy a videókból is ki tudja szedni a hangsávokat. Azaz, hogyha van egy videód, amit az internetről letöltöttél, és abból te szeretnél egy MP3-ast készíteni, akkor villámgyorsan meg tudod tenni. Átlátható, egyszerű és valóban kényelmes felületnél. Ami számomra nagyon fontos, hogy párhuzamos feldolgozást is lehetővé tesz, azaz, hogyha te 100 audiofájlt átalakítasz egy másik formátumba, az szépen párhuzamosan megteszi. Meg tudod adni neki, hogy ahány mag, ahány szál van a te processzorodba, annyi audiofájlt dolgozzon fel párhuzamosan. A hagyományos megoldás az se rossz, hogyha paraméterezel egy akármilyen hang átalakító parancsoros dolgot, az egy szálon fog működni. Mi pedig azt szeretnénk, ha már van mondjuk nekem 12 szálas, 6 magos, 12 szálas processzorom, akkor legyen szíves nem egy processzor magot, egy szálat használni, hanem mindet. Az összeset használja egyszerre, így párhuzamosan 10-12 videót, illetve hát audiót tudok átalakítani olyan hangformátumba, ami számomra fontos. Nézzük is meg, hogyan működik ez az eszköz. Az eszköz indítása nagyon egyszerű, ahogy mondtam, úgy fogjátok megtalálni, hogy hangátalakító, ha magyar felületet használtok, ami nagyon kényelmes. Elindul, egy üres felületet kapunk, ami átlátható, hiszen nincs sok bizgentyű beállítási lehetőség, ami meghaladná egy átlag ember képességeit. Figyeljünk rá, akár a videó, akár az audio kódolása az egy összetettebb folyamat, azaz ez a program valóban ilyen átlagembernek való, mint mi vagyunk, és nem hangmérnököknek, akik mindent szeretnének saját maguk beállítani. Mi az első feladat? Elindítottad, de nem ám így szoktam én csinálni. Első körben számomra az a legfontosabb lépés, hogy elindítom a kedvenc fájlkezelőt, és amit szeretnék konvertálni, egy könyvtárba fogom berakni. Így nem kell összevadászgatni a fájlokat, hiszen én azt szeretem, hogy egy ráhúzással, vagy egy könyvtár megadásával bizony elinduljon a feladat, és ne az legyen, hogy egyik fájlt az A könyvtárból, a másikat a másik lemezről, harmadikat pedig a harmadik alkönyvtárból kelljen összevadászni. Szépen egybe berakosgattam, és ahogy lehet látni, MP4-es, azaz videófájl is van bent, és MP4A is van bent, de lehetne OGG formátum, vagy lehetne akármilyen formátum, a ismertebb hang, illetve videóformátumokat ő tudni fogja kezelni. Azaz
Érdemes egy kicsit előre dolgozni és mindent egy könyvtárba behelyezni. Ahogy látni, a felület viszonylag egyszerű, átlátható. Első körben hozzá tudsz adni fájlokat, be tudod éppen tallózni, amit szeretnél, és hogyha egy teljes könyvtárat szeretnél hozzáadni, akkor betallózod azt a könyvtárat, amit te szeretnél egybe feldolgoztatni. Hát nekem olyanom van, hogy audiobox, és rákattintunk, és megnyitás, és rögtön megnyitotta. Figyeljetek arra, hogy a könyvtárban lehetnek más fájlok is, mondjuk TXT fájlok, vagy JPG fájlok, vagy akármi nem videó fájlok, nem fog kiakadni attól, hogy ott talál mást is, de én azt szoktam tenni, hogy valóban csak a videó, illetve audio fájlok, amiket fel szeretnék dolgozni, azok vannak a könyvtárban, de nem jelent gondot, nem fog egy JPG, azaz képből neked hangot csinálni, és nem fog merev görcsöt kapni arra, hogy bizony, hát ez most micsoda, és hogyan van. Találkoztam ilyen programmal, és nagyon kellemetlen volt, bent maradt egy rejtett TXT fájl, ami nekem egy script volt egyébként, és utána nem indult el a konverzió, mert ő abba hibát talált, hát hogy a TXT fájlt, ő nem tudta átalakítani hanganyagát. Na hát, hagyjuk az ilyen programokat, ez nem fog hisztériázni neked. A következő gondolat az, hogy be kell állítani a beállítást, természetesen általában valami ilyesmi ikonkával történik, beállítások, lista törlése, és bizony a adatlap az adatlapot lehívott, hogyha ide rákattintasz, eljutsz oda, ahol a honlapja van. Oké, beállításokat ezzel is eléred. Ahogy látni, pontosan egy panelt kapunk, egyszerű, átlátható panelt. Az elején hova kerüljenek az eredmények? Azaz, van egy bemeneti könyvtár, amit már kiválasztottunk a konvertálni. A ugyanabba a könyvtárba, mint a bemeneti fájl, egyértelmű. Ha könyvtáramban vannak a fájlok, és így hagyom, akkor bizony abba kerülnek a kimeneti fájlok is, tehát a átkonvertált termék, átkonvertált fájlok ott lesznek. Kényelmes, ha ezt szeretnéd. A mappába kiválasztod, hogy melyik mappába, tehát esetleg nem ebben, hanem egy másik alkönyvtárba vagy könyvtárba szeretnéd, betallózod kiválasztással, betallózod azt a könyvtárat, amiben szeretnéd a kimenet látni, azaz nagyon kényelmes akkor, hogyha van egy olyan könyvtárad, amiből az összes fájt, és van egy olyan könyvtárad, amiben az összes fájt szeretnéd átrakni, kényelmesen megoldható. Ez akkor kényelmes és nagyon jó, hogyha MP3-as szeretnél MP3-as, de mondjuk beállítással konvertálni, tehát MP3-asból MP3-as szeretnél tenni, az kényelmes, ha külön könyvtárba kerül, és akkor nem kell gondolkodni, hogy ez volt az eredeti, ez volt az új, ez lesz az új, tehát akkor így kényelmesen megoldhatod. Almappákat létre tudsz hozni, nagyon kényelmesen album, előadó, előadó, album, tehát az ID3-as tegeket ő megnézi, és ha az ki van töltve, ilyen könyvtárakat létrehoz számodra, látható, valamilyen példákat is mutat, hogy hogyan fog kinézni. Az eredeti fájl törlése. Mindenkit óvok attól, hogy az eredeti fájlt az töröltesse ezzel. Miért? Mert ha véletlenül valami probléma van, leáll a gép, áramszünet van, vagy éppen nagy lelkesedéssel becsukod a programot, akkor esetlegesen az eredeti fájl le van törölve, de a kimeneti fájl, tehát az eredményfájl még nem tökéletes. Azaz nem kéne ezzel kísérletezgetni, majd te, ha akarod, és meggyőződtél arról, hogy jó az eredmény, ki tudod kézzel is törölni a bemeneti, az eredeti fájlokat. Én ezt nem szoktam használni. Mi legyen a fájlok neve? Hát megmondtuk, hogy hova kerüljenek. Természetesen én mindig ugyanabban a mappába szoktam belekonvertálni, tehát egy helyen van nekem minden, és azt majd én szétosztom, törlöm, amit akarok, de hát ez az én gondolatom. Mi legyen a fájl neve? Na hát erre nagyon figyelj, a bemenettel azonos, de cserélje ki az utoltagot. Azaz, hogyha egy MP3-as OGG formátumba szeretnél átkonvertáltatni, akkor olyan lesz a fájl neve, hogy van a fájl neve, pötty, és MP3-as volt az eredeti, és a OGG formátum, amiben te szeretnél konvertáltatni, olyan lesz, hogy a fájl neve pötty OGG, azaz semmi különleges nem történik. A következő már egy kicsit érdekesebb, nem használom, de megvan a ráció,
a bemenettel azonos legyen a neve, de a további utortaggal. Azaz, hogyha MP3-asból konvertáltatsz oggá, akkor a kimeneti fájl olyan lesz, hogy fájlnév, pötty, MP3-as, pötty, og. Tehát akkor látod azt, hogy MP3-asból oggá fog átalakítani, és bent lesz a fájlnévbe. Ez zavaró lehet, mert sok program azt hiszi, hogy a pont után jön a kiterjesztés, főleg Windowsos programok, és ő neki gondot jelent, hogy pont MP3-as pont og, és belekavarodhat, hogy az milyen fájltípus. Igazából Linux alatt nem nagyon számít, de hogyha után feldolgozod a fájlneveket, akkor előfordulhat, hogy ott a két kiterjesztés gondot okozhat, hiszen nem a hagyományos fájlnév-pötty kiterjesztést használjuk, hanem két kiterjesztés szerűséget használunk. Én ezt nem szoktam használni. Dal száma, címe, szám címe, előadó cím, egyéni fájlnév minta. Ez pedig azt jelenti, hogy bizony az ID3-as tegekből fogja kiolvasni ezeket az értékeket, és így fogja átnevezni a te konvertált hanganyagodat. Azaz, hogyha az ID3-as tag nincs kitöltve, akkor előfordul, hogy balhé lesz, nem jól fog működni, nem a várt eredményt fogja neked adni. Ezeket akkor lehet használni, akkor érdemes használni, hogy ezek a tagek ki vannak töltve. Egyéni minta, tudsz egyéni mintákat is létrehozni, ahogy lehet látni, a tagek elérhető mintákat kilistázza, és te szépen be tudod állítani, hogyha ki vannak töltve, akkor a fájlnév olyan lesz, olyan formátumú lesz, mint amilyet te szeretnél. Hát én visszateszem oda, ahova én szoktam használni. Azaz, meg tudod adni a nevet is finoman beállítva, összes speciális karakter kicserélése, minden karakter eltávolítása, kivéve betűk, számok, a perjel, aláhúzás és egyéb. Figyeljünk rá, én nekem az a véleményem, hogy nem itt, hanem egy fájl átnevezőbe kéne ezeket a karaktercseréket megtenni. Beszéltem és mutattam olyan fájl átnevezőt, ami Linux és Windows és egyéb operációs rendszereken nagyon-nagyon szépen működik, és ezeket a különleges karaktereket el-vissza, ide-oda konvertálja a fájlnévbe, nem ezzel kéne ezt megoldatni, mert biztos, ami biztos, fájlkezelésre fájlkezelőt, audiokonvertálásra audiokonvertáló programot szeretek használni. Kimenet típusa, milyen kimenet legyen, ezek vannak og, MP3-as, veszteségmentes, FLAC, WAV, tehát WAV, M4A kimenet, illetve az Opus kimenetet ismeri. Ki tudod választani, hogy mi kell? Ki választod? Én MP3-asban tartom az audio fájlokat, így bizony ezt választottam ki. Bitsebesség módja. Ezt kiválasztod, ami számodra kényelmes, ami számodra, hogy te azt szereted, illetve az, ami neked tetszik. Én a változót szoktam a legjobb minőség beállításra állítom, hiszen hát bizony ne legyen veszteséges a tömörítés. A tömörítés önmagában veszteséges lesz, de a legjobb minőségű hanganyagot szeretném kinyerni, bár nyilvánvalóan ez mindenki egyéni döntés. Lesz ezzel problémátok. Minőség. Hát a minőséget te döntöd el, nagyon alacsony, elképesztően magas, elképesztően nagy fájlméretet is kaphatsz, nem biztos, mert azért sok minden egyébtől is függ, illetve arra figyelj, hogyha van egy vacak telefonnal felvett akármid, ami szól, de hát olyan, amilyen, azt hiába állítod, elképesztően magasra nem lesz jobb, azaz a jó minőségű hanganyagot érdemes magas, nagyon magas, vagy elképesztően magas kimenetre állítani, de az ocskaságot nem. Jó? Tehát azért maradjunk annyiba, hogy ez csodákra nem képes. Nem audio vágó program, hanem egyszerűen egy audio konvertáló program csodákra nem lesz képes. Használjuk mindig a bemeneti fájl minőségének megfelelő, vagy talán egyel magasabb beállítást, és akkor nem lesz nagyon nagy problémánk. Hát ez bizony én a magasra állítottam, hiszen ez nekem eddig is megfelelt. Cél bitsebessége mennyi legyen, az körülbelül ide kiírja, hogyha magasabbra veszed, akkor kiírja, hogy magasabb, és hogyha nagyon alacsonyra kiírja, hogy mennyi, amennyi, én a magason szoktam használni.
Újra mintavételezés, hogyha a mintavételezést szeretnéd megemelni, ez hosszabbítja az átalakítást, tehát itt már azért egy kicsit érdemes tudni azt, hogy mit, hova állogatunk. Kisebbre nem érdemes venni, nagyobbra a minőség nem fog akkor átugrani, hogy az bizony egy MP3-as tömörítésnél egy Tesco gazdaságos hangfallal bizony hallható legyen, aki meg wide-fülű, úgysem ezt, hanem egyéb programokat, professzionális programokat használ. Újra mintavételezés érdemes azt használni, ami a program önmaga beállít. Ha nem szeretnéd ezt átállítani, akkor nem epipálod be, és aztán nincs vele probléma. Oké? Tehát ezt hagyjuk rá, hogy amilyen volt, olyan legyen. Mono kimenet kényszerítése. Én szerintem, hogyha van egy sztereó, egy tényleges sztereó hanganyagod, akkor a monóra ne állítsuk át, jó? Mert hát azért a monóból sztereót csinálni nem nagyon lehet, sztereóból meg hát, hogyha egy hangfalad van, vagy egy füled van, egy fülesed van, akkor bizony monóba fogod hallani, de igazából ne roncsunk le az anyagon annyit, hogy most egy monó kimenetet szeretnénk tenni. Párhuzamos feladatok számának korlátozása. Én azt mondom, hogy pipáld be, és add meg a szálak számát, amennyit szeretnél te használni. Nekem 12 szálas be van állítva, nyomja bele a processzorba a munkát. Azért vettünk jó processzort, hogy az összes magot összeszállott, kihasználjuk és bezárjuk. Ennyi, és itt vagyunk, amiket át akarunk alakítani, MP3-assá, és konvertálás. Elindítjuk a konvertálást, és rögtön látjuk, hogyha elindul, hogy 12 darab audiofáj egybe elindul, a egybe csinálja a dolgát, és megnézzük, hogy mennyi processzor magot használ ki. Használjuk a HTOP nevű programot, nagyon egyszerű kis parancsoros eszköz, látni 12 mag és 95 és 100%-os kihasználással megy. Örülünk neki, igen. Azért veszünk jó gépet, hogy amikor egy munka sürgősebb, akkor az összes mag működjön. Itt az audio konvertálásnál sok esetben az a probléma, hogyha egy szálon megy. 12 szál helyett egy szálon megy a konvertálás, hiába van sok fájl, nem fog párhuzamosságot tenni, van rá megoldás a paralel programmal, de maradjunk a grafikus megoldásoknál, ez bizony 12 darab audio, illetve videófájt fog átalakítani számunkra. Itt kapsz egy olyat, hogy hány perc van hátra. Erre ne vegyél mérget, hogy 2 perc, 42 másodperc múlva ez biztosan kész van, ő satszol. Hát bizony, ő nem így tudja megjósolni pontosan, hogy mennyi idő alatt fog ő végezni a fájlok minősége és átalakítási gondolataink, beállításaink szerint ez erőteljesen változhat. Amire nagyon figyelj, hogy számol, 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 eljutsz odáig, hogy 0 perc, 0,4, 0,5 másodperc, ilyenkor leszokott lassulni, tehát nem másodpercenként pörög lefele a számláló, és eljutsz odáig, hogy 0 perc, 0,1 másodperc, és sokat várhat. Nekem volt olyan, hogy 2 percet is várt, azaz kiért a szegényem, hogy 1 másodperc van hátra, hát én nagyon megijedtem, hogy lefagyott a program, nem. Ilyenkor elvégzi a saját dolgait, még ha azt írja ki, hogy 1 másodperc van hátra, és 0,5 percet, 1 percet molyolog, akkor se kell rögtön a szünetre, vagy a mégsére, vagy kikapcsolom a gépet, mert itt most lefagyott valami, ki kell várni, hogy kiírja ezt a feliratot, amit láttok, és utána örömmel megnézni, hogy készen lesznek a MP3-asaink, hiszen most én MP3-asba állítottam be, és utána azt csinálsz velük, amit akarsz, jelzem, megszoktuk hallgatni, illetve szétszortírozzuk, átnevezünk, meg egyéb ilyen dolgot végzünk. Azaz ennyi. Gyakorlatilag, ahogy láttátok, nagyon-nagyon egyszerű a program, és bizony nem okozhat senkinek a beállítás különösebb problémát, hiszen egyszerű kérdésekre válaszolsz. Megmondod, hogy hova menjen az, amelyik kész van, mi legyen a neve.
Megadod neki azt, ami kell, nem bonyolult, túl is beszéltem, bár elég kényelmes megoldás, hogy az ID3-as tegek szerint átnevezi a fájt, hogyha szeretnéd, megadod, hogy milyen legyen a kimenet, hát azt nyilván te tudod, és a paramétereket beállítod, hát bizony láthatod, hogy szépen dolgozik, ahogy befejezett egyet, rögtön elkezdi a következőt, és amikor kifut a munka, azaz elfogy a fájl, nem ennyit szoktam én, pár tucat, 100, 200, 500 fájt szoktam egyszerre átalakítatni, megfelelő gondolatok mentén természetesen, és akkor nagyon hasznos, nem kell egyesével elindítani, nem kell figyelni, majd amikor vége lesz, akkor vége lesz, befejezi. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó hangátalakítást kívánok, és véleményem szerint érdemes ezt a kis programot kipróbálni olyanoknak, akik egyszerű, gyors, párhuzamos és jól átlátható, bár egy kicsit szükőcske tudású programot szeretnének sok fájl átalakítására, hiszen ennek a nagy előnye a párhuzamos feldolgozás, azaz a processzorodat teljesen ki tudod használni. Ezzel rengeteg időt takarítasz meg. Köszi szépen, sziasztok!